Jó napot kívánok, üdvözöllek benneteket, gyerekek ismét! A mai órán Zrínyi Miklós szigeti veszedelem című eposzával fogunk megismerkedni. Múlt órán már beszéltünk az eposzról, az eposzi kellékekről, illetve Zrínyinek a családfájáról is egy kicsit. A mű kapcsán most csak azt említeném meg nektek, hogy az eredeti címe az tulajdonképpen nem is szigeti veszedelem volt, hanem Obsidió szigetiána. Ugye a szigeti veszedelem címet azt majd Kazinci Ferenc adja ennek az Eposznak. A műfaja, amint említettük, már barok-Eposz. Tehát a barok a korszak, Eposz pedig ugye a műfaj. Keletkezés ideje pedig 45-46 telén. Az volt az írói szándéka ezzel az hogy a szigetvári hősök önfeláldozását mutassa be, példát mutasson, példát statuáljon, és egy erkölcsi felemelkedést a magyar nép számára, és egy magyar nyelvű eposz volt tulajdonképpen a célja, hogy megteremtődjön általa. A szerkezet ez nagyon érdekes. Érdekes azért, mert 15 énekből áll. A 15 ének az összesen, ha kiszámoljuk, 1566 négy soros plusz egy öt soros verszakot tartalmaz. Ez Rényi minden verszakot megszámozott kivéve a két utolsó öt sorosát, és így a számozott verszakok száma az megegyezik a Szigetvári Ostromnak az évszámával 1566-tal. Tehát még erre is volt ideje, hogy odafigyelt arra, hogy annyi sorból álljon a mű, ugye, mint az évszázad tudja vele felidézni. A barok irodalomról csak néhány szót felvezetőként Ö a stílusukon figyelhető meg tulajdonképpen leginkább a barokk korszaknak a, a jellemzője, a barokk számára nélkülözhetetlen volt az, hogy meghökkentő legyen, az, hogy valami óriási legyen, valami gigantikus dolgokat mutassonak be, az, hogy az, azokat körmondatokban fejezték ki, ö, nagyon sok hasonlatot használnak, megszemélyisítéseket, jelzőket, ismétléseket, ellentét nagyon-nagyon fontos eszköze volt, merész gondolattársítások, ö, újszerű költői képeket hoznak létre ezekben a barok irodalmi művekben. A új műfajokat is teremt a barok, fellazítja valahogy azokat a hagyományos irodalmi formákat, amelyek előtte léteznek, sok részletből, felépülő epizódokból álló nagyon nagy szerkezetet hoznak létre, ez lesz tulajdonképpen az eposz. Általánossá válik az érzéki szerelem, a víziók, beszövődik már a misztikum is, látomások jelennek meg a az intellektuális költészetben. Gyakori a szimbólum, a jelképnek a használata is a barokk irodalmi művekben. A szigeti veszedelem forrásai kapcsán ugye már a históriás ének költészetet említhetjük meg Lantos Sebestyén révén, a vitézi költészetet Ballasi Pálint, vagy pedig Rimmai János révén, az európai eposz költészetből is merít tulajdonképpen a mintát ugye elszolgáltatja szolgáltatja számára, homírosz és Vergílius eposzai, valamint az Odüsszea és Tasszónak a műve, amit már említettünk a múlt órán is, tehát ezek voltak az alapjai, a forrásai, a szigeti veszedelem építkezéséhez, megkonstruálásához. Tehát tulajdonképpen ugye Szigetvárnak 1566-os ostromáról szól ez a mű. Az ellentéteket említettem, mint a barokk irodalom jellemzőit, az jelen van végig követhetően a műben. Elsősorban mind követhető. Elsősorban a magyarok és a törököknek a szembeállításán. Ez ugye egy adott dolog, a magyarok és a törökök. A magyarokat felhozza, mint olyan egyéneket, olyan hősöket, akik a hazavédelmiért küzdenek, a törököket pedig a hódító háború harcosaiként mutatja be. A magyaroknál a hazaszeretet jelenik meg, az önfeláldozás, a bajtársiasság, az erkölcsi tisztaság, míg a törököknél pedig ugye a negatív jellemzők lesznek kidomborítva, a széthúzó erő, hiszen hódító háborúról beszélünk, hiányzik belőlük az önfeláldozásnak a készsége, és hiányzik ugyanúgy a bajtársi segítőkészség is, ami ugye a magyar táborban megvan. A műnek a végén pedig a mű kicsengésében is ez az ellentét tovább fokozódik, hiszen a magyarokat emeli ki mint erkölcsi győztesét, ennek az egész ö, várvédelemnek, illetve harcnak, a fizikai győzelem ugyanakkor pedig a törököké, hiszen a török seregek nyernek, mégis a magyarokat emeli ki mint erkölcsi győzteseket ebben az epozban. A itt láthatok egy festményt különben, mert nagyon sokan ábrázolták is utána ezeket a jeleneteket, amelyeket az Zeposzban megjelentek. Itt ugye a Zrínyinek az alakját láthatjátok ezen a képen, aki kiemelkedik a tömegből, ő volt ugye a hősi szereplője ennek az eposznak. Az ember eszmélye, tehát Zrínyi Miklós. A családfán láthattátok, ő volt tulajdonképpen, ő volt zrínyi a dédapja. Az ő személyét idézi meg a várvédő hős személyében. A Zrínyi Miklós, mint a kereszténységnek a bajnoka jelenik itt meg, mint Krisztus katonája küldötte. Ő kimagaslik a többiek közül, nagyszerű katona, kiváló erényekkel rendelkező férfi, vezér. A hazaszeretet és Isten követése is megjelenik, és ez vezérli őt végig a műben. Szulajmen horvát királyát tette volna az Rényit, hogyha feladja vár, a várát, de ő nem volt hajlandó elhagyni a vitézeket, még ez az ajánlat ellenében sem, hanem inkább a biztos halált választotta, mint sem otthagyja a katonáit, hagyja. A műnek a szerkezete kapcsán. Van néhány jellegzetesség ennek az EPOSnak, például ugye a történelmi múltnak a megidézése, ami a műben tört, megtörténik. A, a szigetieknek az eskütétele ez az ötödikének énekben jelenik meg, a főszereplőnek a bemutatása. Az Zrínyi pozitív, ugye azért, mert Krisztushoz imádkozik, a Szulimán ugye a negatív hőse, azért, mert ő az alvilági lényekkel kommunikál, tehát itt is megjelenik ez az ellentét a leírásukban. A harc leírások, a szerelmi motívumok, amelyek megjelennek, például Delimán és Kumillának a szerelme, aztán váratlan fordulatok, amelyek a történet során felbukkannak, a Zrínyi mártiromság, ami megjelenik, ugye készül, felkészül a halára, ezt is bemutatja Zrínyi művében, és a nagyszabású barok látomások, amelyek megjelennek az eposzban. A barok eposznak a jellemzőit, a hagyományos eposzi kellékeket láthatjátok ugye itt az egyik oldalon. A barok eposznak a jellegzetességeit már a múltorán is felsoroltuk, most csak felidézném, tehát az immédiás reszkezdés, a keresztény kérdésköröknek a megidézése, a költői képek, a halmozások, a zsúfolt körmondatok, amelyek megjelennek a művekben, a patetikus megfogalmazások, illetve a mitológikus, illetve az alvilági elemek, amelyek megjelennek, ezek a barok eposznak a kellékei, mindezekkel él és zrínyi az eposzában. A 15 énekből áll ugye a mű, mint említettem. Érdekes mond, ugye a 7. énekben kezdődik tulajdonképpen csak meg a várostrom. A terjedelmes bevezetésnek pedig az volt a célja, hogy, hogy meggyőzze az olvasó közönséget arról, hogy a nagyszabású török seregek ellen mégis megvédhető ez a vár. A kisebb csatákban amelyek megjelennek még a műven, a portyázások során is, mindig a szigetváriak győzedelmeskednek. Tehát tulajdonképpen ezekben a kis csatákban, ahol szintén ugye az a célja vele, hogy emelje a morált. Egy fohásszal indul, Szűz Máriahoz imádkozik, a magyaroknak a védőszentje, ez ezzel indítja az eposzát. A téma megjelölést is tartalmaz az eposz, fegyvert svitizd éneklek, mondja, a, mondja Kizrínyi, tehát hogy a fegyverről és a vitézekről fog szólni, tehát egy harci cselekedetről az eposza. És seregszemlének nevezzük azt, amikor bemutatja a az egész tábort, és ez a seregszemle is megjelenik az eposzban, hiszen a török és a magyar tábort is bemutatja az eposzában. Epizódoknak láncolatából áll a mű, tehát ilyen kisebb jelenetekből tevődik össze, például egy ilyen szál, amit az imént is említettem már a szerelmi szál, Ugye Delimán és Kumilla szerelmét követhetjük végig a török oldalon, vagy Delivid és Borbála szerelmét a magyar oldalon, ahol pedig ugye a hitvesi szerelemnek a szép példáját szintén ellentétként igyekszik bemutatni, még a szerelmi szál kapcsán is. És a Galamb epizód pedig a műszerkezetében azért játszik fontos szerepet, mert Zrínyi levélben kér segítséget, amit egy postagalambal fog elküldeni, de a levél ugye a törökök kezébe kerül, akik egy végső ostromra szánják ezáltal magukat. A cselekmény három szálon indul, tehát az isteni rendelkezés az égben, tehát a török hódítás a magyarok büntetése, akkor a másik száll lenne az, a budai pasa elhatározása, az, hogy Szigetvár ellen indul, és a harmadik szál pedig Zrínyi és Magyar Védővár bemutatása lenne, ugye az Zrínyi imája is itt ezt idézi meg. A 15. ének, az pedig tulajdonképpen a végső ostromot fogja bemutatni az eposzban, itt mutatja be Szulimán halálát, Zrínyinek kirohanását, harcát a törökök ellen, és Isten igazságszolgáltatás az eposz végén. Zrínyinek és a szigetvári hősöknek a lelkét, hogy angyalok fogják majd felvinni a mennyországban. Az eposz barok jellegét már felsoroltuk. A műnyelvezetéről szeretnék nektek még beszélni, ami talán érdekes lehet számotokra, és egy kicsit a nyelvészetet is be tudjuk itt vonni. Göcsei nyelvjárásban íródott ez a mű. Nagyon sok török szó kifejezés is olvasható benne. A, 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 a vizuális ábrázolás mód megjelenik a halálnak, az eufemisztikus a, leírása megjelenik, verseléséről is beszéltünk. Ugye a, a ragrímek jellemzik elsősorban, de a bokorímek is megjelennek. Amire kitérnék viszont itt, az a göcsei nyelvjárás. Találtam egy érdekes cikket a neten, ahol a göcsei nyelvjárásról egy nyelvészsel beszélgetnek, szakálistan helytörténésszel, aki megidézi a göcsei nyelvjárást, össze is állította a kötetet a gyűjteményből. Ez a Magyarország nyugati területére jellemző nyelvjárásról beszélhetünk, Zala környékéről, Ö, például itt hoztam az egész cikket, amiben megjelent, például azt, hogy rövidebben ejtik a zöld és a zsöt. Így például a madzagot, a az, helyt azt mondják, hogy mazzag. Vagy azt mondják, hogy ö, erős, bürke, izen, hosszi, tehát ö, ennyi inja, az enni-inni helyett, vagy ö, érdekes nekik a ragozási eseteik is, hogy nem azt mondják, hogy ezt, hanem eztetet, meg aztatat, ö, ilyen helyzetekben használják a nyelvüket, tehát a göcsei nyelvjárásra ezek jellemzőek, vagy pedig itt van még néhány példa tőle, hogy vannak olyan szavak, amelyeket régen is csak a mi vidékünkön értettek, tettek a tarisznyába egy gyűrkenyeret, egy üveg ághegyit, és mentek kaszányi. Ugye, tehát egy ilyen érdekes ez a nyelvjárás, a göcsei nyelvjárás, amelyben íródott a mű. A... Végvári vitézeket megidézik rendszeresen Szigetváron is. Ez például a 450. évfordulón beöltöztek hagyományőrző ruhákba az emberek, és ezt minden évben megülik ugye a hagyományőrző végvári vitézeknek a megidézését Szigetváron. Vagy például láthattok itt egy korhű mordájt is a, a, képen, a mordáj pedig talán azért érdekes, mert ez egy olyan lőfegyver, ami mint látjátok a végénél egy ágyúhoz hasonlóan lövi ki ugye a lőszert. És a képeken is megjelenik, az imént is hoztam már egyet, nála, láthattátok, illetve Péter Kraft is a 19. századi festményén tulajdonképpen ugye a szigeti ö, csatát eleveníti fel nagyon látványosan. Van egy nagyon érdekes rövid film, a YouTube-on meg tudjátok nézni, Szigetvárostromát idézi meg félórás kisfilm, nagyon érdekes animáció, mint láthatjátok itt a képen, és ez csak egy kivágás a trélerből, de nagyon érdekes maga a rajzfilm is, és nagyon látványos, érdemes megnéznetek. Ez pedig a Történelmi Animációs Egyesület hozta létre ezt a rövid kisfilmet Szigetvárnak az ostromáról. Tehát itt is meg lehet idézni a művet. És akkor Szigetvár. Annyit beszéltünk itt az óra róla, de nem említettük, hogy pontosan hol van, ha nem tudnátok, ugye Pécs az talán mindenkinek megvan, hogy hova tudjuk Pécs-Harkány környéke, tehát ide kell tennetek Szigetvárt, és mint látjátok, ez a piros jel jelzi. Szigetvárnak a mai képét láthatjátok a képen, illetve ez egy egy kép az ásatásokról, mivel hogy mai napig folytatnak ásatásokat, mert keresik azokat a török és magyar erekéket, amelyek esetleg még akkor ott maradhattak Szigetvár környékén. Itt ezen a képen pedig Szigetvárnak magának, a várnak a képét láthatjátok fentről. A zrínyi szigeti veszedelmét tehát nagyon sok oldalról meg tudjuk közelíteni. Meg tudjuk közelíteni az EPOSZ oldaláról, a barok irodalomnak a megközelítéseit, meg tudjuk nézni, hogy honnan ered, miből meríthetett, meg tudjuk a helyi jellegét nézni, különös a nyelve, különös a mondatalkotása, különös a szerkezete, különös a felépítése. Tehát remélem, hogy valamivel közelebb került hozzátok ez a 21. század olvasójához talán távolinak tűnő szöveg, hiszen azért nagyon-nagyon sok olyan fontos történelmi dolgot, tényt dolgoz fel, ami napjainkban is példaértékű lehetne számunkra. Megköszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok!